Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Kezdődik a családi gondokkal és családi jó dolgokkal foglalkozó műsor. Igyekszünk a műsorban nem csak a konfliktusokra felhívni a figyelmet, de azt hiszem, hogy ez az, ahol a leginkább kell a megoldásokat keresünk, köszönhetően szakértőinknek, akiket most is nagy szeretettel köszöntök. Pap Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Szervusz Csilla, köszöntöm a kedves nézőket is. És itt van velünk Tornyai Gábor atya, plébános, mentálhigiénés szakember. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, igen nehéz témánk volt az előző műsorban. Voltak indulatok is, persze már valamilyen szinten vagy megéljük ezeket a helyzeteket mi is, vagy a környezetünkben vannak olyanok, akik megélik, sajnos a mozaik család is eléggé jellemző. Odáig jutottunk, hogy arról beszéltünk, hogy anya marad együtt a fiával, valamennyire beszéltünk arról is, hogy ez milyen nehézségeket jelenthet. Ritkább eset, hogy apa marad együtt a gyerkőccel. Egy olyan apa, aki addig a család fenntartó szerepét élte, tette a dolgát, dolgozott, este hazament, akkor volt dolga a gyerekkel. Most nem biztos, hogy azért maradt egyedül, mert hogy elváltak, az is lehet, hogy sajnos anyával egészen más történt. De lényeg az, hogy én mindig megszeppenek és meghatódom, amikor azt látom, hogy apa próbálja a gyermeket vagy gyermekeket felnevelni. Nehéz helyzet ez is. Gábor atya, látom már most, hogy láttál ilyet. Igen, eszembe jutott egy apuka, aki a lányaival maradt otthon is. Amikor a lányoknak elérkezett az a korszak, amikor leginkább anyának, nem tudom, próbálom szépen körbeérni ezt a témát, hogy... Közeledik a nagylányság. Meg is érkezik a nagylányság, és akkor apuka jött ilyen kétségbe se tart, hogy akkor most mit kell csinálnia. És akkor most akkor rögtön a hölgyismerősöket hívogatta és kereste, hogy akkor segítsenek már neki, hogy akkor most mit és hogyan kell csinálni. Szóval az is egy izgalmas korszak lehet, azt gondolom, hogy apaként megélni azt, hogy egyébként családban is izgalmas lehet, hogy az édes kislányomból lassan most már nő lesz, de hogy apaként kezelni, vagy férfiként kezelni azt, hogy a lányom nővé érik, vagy nővé válik, és hogy ezt hogyan kell jól csinálni. Ugye főleg azért, mert hogy neki sincsenek erre receptjei, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Nyilván itt is ugyanaz van, mint egy ilyen anya helyzetben, hogy azért megpróbáljanak, gondolom én, segítséget kérni olyan ismerősöktől, családoktól, akik a látótérben vannak, és hogy ezt hogyan kell csinálni, jól csinálni. De biztos, hogy egy izgalmas, meg főleg egy férfiként azt hiszem, hogy ebben így kevésbé vagyunk szocializálva, hogy hogyan kell akkor ezt, hogyan kell csinálni. Hogy valahol a nőből, ez megint csak az én ilyen férfi oldalról megfogalmazott sztereotípiám lehet, és majd akkor kiigazítjátok, de hogy valahogy a nőből az anyosság, meg az óvás, meg a nevelés, ez úgy zsigerből könnyebben jön, mint egy férfiből, akinek ezt valahol meg kell tanulnia, mint hogy az apává válás, meg az anyává válás között is mekkora különbség van, hogy az anyának azért mégiscsak van 9 hónap előnye az abához képest, mert ő benne ott azért ott fejlődik az a baba, és az egész teste átalakul meg a minden, és akkor egyszer csak kibújik belőle, és akkor ott van az apuka, akinek valamit kell kezdeni azzal a nyöszörgő valamivel ott a kezébe, és akkor egyszer csak megtanulja azt, hogy hogyan tud-e vele kommunikálni, de hogy ez egy másfajta tanulási folyamat. És azt gondolom, egy ilyen helyzetben is, ahol ugye amikor anya marad otthon a gyerekekkel, és akár fiú, akár lány, de azért alapvetően mégiscsak ő volt az, aki ott volt a gyerekekkel, tehát tudta, hogy melyik gyerekkel mit, hogyan kell csinálni. Egészen más helyzet, mint amikor egyszer csak apának kell valamit megtanulnia, vagy beletanulnia olyan dologba, amiben valamennyire talán benne volt, de hogy azért mégsem azzal a mélységgel, mint hogy egy anya benne tud lenni. Érdekes egyébként, mert ugye én is személyesen érintve vagyok, voltam egy bizonyos ideig egyedülnevelő anyuka két lányjal, tehát nyilván könnyebb dolgom volt, mintha két fiúval maradnék, viszont két eset jutott eszembe, két apuka, az egyik elvált 3 gyerekkel maradt ott, anyuka elhagyta őket, gyerekeket, apukát, és külföldön kezdett új életet egy új partnerrel. És annyira érdekes volt, és izgalmas, és egyben különleges rálátni arra, hogy egy apa, egy férfi dilemmái.
a belső küzdelme, hogy két lány volt egy fiú, tehát ráadásul vegyes nemű gyerekek, és hogy csinálja ő ezt jól, hogy jól csinálja-e. Ugye ott volt egyfajta vesztesség, mert elhagyták, megalázták, mert hogy másik férfival külföldre, és a gyerekeit is ott hagyta. Az anyuk azért ennek durva üzenete van. Tehát egyrészt ezt feldolgozni, ezt úgymond megemészteni, és a hogyan tovább a mindennapok menedzselése, a logisztika, hogy kit, mikor, mire visz, hogy visz, de közben dolgoznia kellett, mert pénzt kellett erőteremteni, és ő volt az egyetlen, aki ugye eltartotta a gyerekeket, tehát az egyetlen bevételi forrást ő hozta. Tehát ha beteg volt a gyerek, meg kellett oldani, nagymama, nagypapa nem volt. Úgyhogy ezt végignézni, és annyira megérintő volt, hogy ez az apuka mennyire küzdött a gyerekeért, és azért, hogy jól csinálja, és hogy a vesztességből hogy emelte át magát az apasság tökéletesítésébe, vagy abba, hogy ő egy jó apuka legyen, ez volt az egyik eset. A másik eset pedig megözvegyült apuka két kisfiúval maradt ott, és ő igazából a veszteségfeldolgozás miatt keresett meg. És ott meg egy már bocsánat, hogy ezt mondom, egy maci aput láttam magam előtt, aki imádta a gyerekeit, de ugye elvesztette tragikus körülmények között a feleségét, így egyik pillanatra a másikra. Tehát, hogy azt megélni, hogy tulajdonképpen már többet, mert ugye ez a fajta elvesztés más, mint amikor elválunk. Mindegyik egy veszteség élmény idézőjelbe téve, de ugye ott van egy gyász, mert hogy ott többet nem tudom felhívni, nem tudok vele beszélni, stb. És tehát ennek az apukának a vívódását, a harcát szintén látni, hogy a két kisfiúért harcolt, hogy jól kezelje őket, hogy egyáltalán hogy mondják el neki. És akkor javasoltam gyerekpszichológus, nyilván megadtam mindenféle támogatást, ami az én eszköztáramban van, és eltelt egy év, mert ez durván egy másfél éve volt, és most azt látom, hogy most kezdenek ebből úgy felállni, hogy végre egységben van a három férfi, és aztán már becsatlakozott egy külsős valaki, egy hölgy a kis csapatba, a családba, de hogy meg lehet ezeket a sebeket gyógyítani, fel lehet ezekből szépen állni, és lehet ezt is jól csinálni, de az biztos, hogy egyedül szerintem szinte lehetetlen. Tehát, hogy valaki ott marad az élet viharaiban, gyerekekkel, ilyen veszteségben, ilyen körülmények között, vagy ilyen történésekkel a háttérben, ezt szinte lehetetlenségnek tartom egyedül egyrészt feldolgozni, és aztán jól csinálni. És amit a múltkori adásban mondtál, hogy egészséges, épp lelkületű gyerek csak úgy tud, hogyha két szülő, tehát édes szülővel nő fel. Tehát akkor van az a biztonság, az a bizalmi rendszer, meg aminek meg kell ahhoz lenni. Tehát ezek mindig töréspontok, ezek mindig traumák, és ezeket megtanulni, kezelni, mert hogy ugye az élet megy tovább. Azért úgy ez gondolom, hogy ilyen helyzetben ők hárman egy rettenetes szövetséget alkotnak abban a pillanatban, hiszen a gyász ezt kiválthatja. Viszont visszatérve az eredeti témánkra, apa és lánya, arról volt szó, hogy tud-e úgy félteni, hát a lányát az apa. Nagyon. Teljesen mindegy, hogy együtt van a család, vagy mozaik családról beszélünk, rettenetesen, ugye, Zsuzsi? Így van. És ami eszembe jutott egyébként mindegyik ötöknek a példája kapcsán, hogy itt jön be a társadalomnak, a szociális hálónak a felelőssége. És most én nem konkrétan az állami szférára gondolok, hanem a közvetlen szomszédokra gondolok, ha kell az egyházra gondolok, ha kell a baráti társaságokra gondolok, ha kell azokra, akik eddig is körülvették őket, hiszen a válás előtt sem egy külön univerzumban léteztek ők, hanem itt, ebben a világban, és akkor is voltak kapcsolataik. Tehát, hogy azért a mi felelősségünk, az nagyon-nagyon meg tud növekedni ilyenkor. És ugye az előző adásban beszéltél arról, hogy hogyan tudunk jól szeretni. Na, ilyenkor nyilvánul meg, hogy hogyan tudsz te jól szeretni. Nem azért szeretlek, és nem azért teszek érted, vagy nem azért adok neked, mert én bármit kérek, vagy kapok érte. Hanem azért, mert vagy, és én meg tudom tenni. Ezért. És ez az én olvasatomban ez az igazi szeretet. És egyébként meg azt gondolom, ha én adok neked valamit, és látom a te örömödet, az nekem jó, engem boldoggá tesz. Tehát értitek, hogy ez egy olyan valuta, ez egy olyan értékrend, amit azt gondolom, hogy ilyenkor kell, hogy elővegyük, és ilyenkor kell őszintén tiszta szívből szeretni tudni. És igen, ilyenkor van, hogy az az apuka kétségbe van esve, mert mondjuk befullad a gyereke, és nem tudja, hogy anya mit szokott vele csinálni, és akkor felhívja a szomszédasszonyt, vagy a nem tudom én kicsodát. Nem olyan régen találkoztam egy ilyen esettel, ahol egy hölgy írta le, hogy a barátnője halt meg konkrétan, és az apa ott maradt a kicsi fiúval. És amikor helyzet adódott, akkor bizony
ő kelt fel hajnafél kettőkor a férjem elől, és ment át a másik családhoz, mert helyzet volt, és meg kellett oldani. Tehát, hogy ezek azok, amikor azt gondolom, hogy őszinte tisztelet, szeretet és elismerést érdemel az, aki ezt tudja csinálni. De ezt kellene tanítanunk, ezt kellene, hogy áradjon belőlünk, ezt kellene, hogy a gyerekek lássák, hiszen a gyerek a mintából fog majd építkezni a későbbiekben. Ugye megint jön az, hogy apa minta, anya minta. Lehet, hogy nincs meg a családban, de van egy edző, van egy tanítónéni, van egy szomszédasszony, van egy keresztanyú, van egy nagynéni. Tehát, érted? Tehát azért ezek a szerepek betöltődnek. Igen, mondjuk, hogy két szülő esetén fog tudni egészséges lelkülettel felnőni az a gyerek, de ez a két szülő, ez bárki lehet adott esetben, ha betölti ezt a szerepet. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ő töltse be azt a szerepet. És hogyha ezt ő magára veszi, és ezt ő vállalja, és ezt ő hittel teszi, akkor a gyerek ugyanúgy fog majd kiegyensúlyozódni és stabilizálódni. Teljesen mindegy, hogy egyébként kikről beszélünk ilyen helyzetben. De megtalálják. Van most egy kislányunk, aki krízis helyzetbe került a család, jöttek volna a gyerekhez látogatóba, nagyszülők karamboloztak, komoly karambol volt, nem tudom, a gyereket nagyon megviselte, stb. És keresték a kiutat, és egyszer csak a gyereknek eszébe jutott a Szilárd bácsi. Hogy ezt el kell mondanom a Szilárd bácsinak, és akkor nem tudom, mennyi ideig ott ógtak-mógtak, aztán persze felhívtak végre bennünket, hála az égnek, és akkor eljött az a kislány, és a szülők most nem tudják, hogy mi történt abban a 3-4 órában, amikor a gyerek bejött egy olyan élethelyzetbe, ahol ő azt a stabilitást, biztonságot, értékítéletmentességes elfogadást kapja, ahol ő ki tudja pakolni magából az, ami neki túl nagy teher. És csak erre van szükség, ha ez egy pap, ha ez egy szomszéd, ha ez akárki, akkor meg tudjuk tenni a dolgunkat. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb. Mert Szilárd bácsitól őszinte választ kap. Szilárd bácsit ismerve. Biztonságot. Biztonságot. Így van. És nem fókusz. Értelmetlen vigasztalást, hanem biztos, konkrét, igen, konkrétot esed, és nagyon sokat jelent. Visszatérve arra a példára, nem tudom az anya lelki világát hova tenni, aki ott hagyta a három gyerekét. De úgy ezzel kapcsolatban biztos az egy külön szakértő lenne, akik megállapítják, hogy mi megy ő ilyenkor keresztül. De érdekes az, hogy olyat ritkábban tudok, sőt nem is tudok, ahol a válás után az apával maradt ugyan a gyerek vagy gyerekek, de hogy anya két hetente látogatná, vagy elmenni. Van ilyen. Valahogy van. Én úgy tudom, hogy ha az anya otthagyja a gyereket, akkor többnyire el is veszik a gyerek életéből. Ez sem biztos, és én azt gondolom, hogy nem kellene nekünk követ törni, mert nem tudjuk, hogy mi történhetett a háttérben. Nem tudjuk az anya történetét. Nem tudjuk, hogy neki milyen gyerekkora volt. Nem tudjuk, hogy milyen érdemtelen vagy nehéz élethelyzetekkel ment át. Nem tudjuk, hogy került ebbe a házasságba. Nem tudjuk, hogyan vállalta ezeket a gyerekeket. Tehát nincs információnk. Még ha a szomszédasszonyunk, akkor sincs elég információnk róla. De annyira könnyű ítélkezni és sarat dobálni. De ha én ezt elkezdem, én is sáros leszek. Tehát azt gondolom, hogy nem ez a cél, hanem az a cél, hogy azt nézzük meg, hogy hogyan tudok segíteni, hogy jobb legyen a helyzet. Annak van értelme. Tehát van arra akkor tapasztalat, hogy anya két hetente fogadom a gyereket, vagy két hetente. Ilyen családot, persze. A gyerek nem tudott mit tenni, nyilván elfogadta, meg nem is biztos egyébként, hogy az az apuka, akivel a gyerek maradt, nem tud többet, jobbat adni, mint az az anyuka, aki így döntött. Persze. Tehát lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor, az is lehet, bármilyen furcsán hangzik is, hogy ez volt a legjobb döntés, de így visszatérve a társadalmi felelősségvállásra, a szomszédokra, a segítőkre, tehát hogy én azért egyre több példát látok arra, hogy amikor egy ilyen nagy törés van egy családban, egy ilyen nagy trauma, egy dráma, nagyon sokan összefognak és segítenek. Nekem nagyon sok jó példám van, vagy nem tudom, hogy csak én ismerek ilyen sok jó embert, de hogy nagyon sok jó és értékes ember van, akik ilyen helyzetekben képesek beleállni, odaállni és önzetlenül tenni, segíteni. Mert ez nagyon fontos. Tehát itt egy ilyen helyzetben nincs elvárás. Itt csak az van, hogy adok, mert tudok adni és akarok adni. És képes vagyok adni. És nem lehet, hogy azért a segítséget is óvatosan kell adni? Hogyne. Ha kérik. Család hagyományaira és egyébbenre figyelnek. Vannak segítői szindrómák, igen. Ezt ismerjük. Elárasztom a másikat azért, igen. Pedig én csak jót akarok. És utána megsértődök, hogyha nem fogadj el, mert én segíteni akarok. Igen. De az én szemszögemből, és ugye nem léptem bele a cipőjébe, vagy nem próbáltam fel a kabátját, és nem tudom az ő helyzetét, és ha én úgymond
önző módon akarok jót, és önző módon akarok segíteni, akkor valószínűleg nem segítek jól. Ami egyébként szerintem egy alapszabály, vagy egy abszolút tézis, vagy etikai szabály, hogy segítséget akkor nyújtunk, ha kérik. Tehát nem nyomom rá, nem mászok rá. Van olyan, aki nem tud kérni. Vagy felajánlom. És felajánlom. Igen, ezt akartam folytatásként, hogy felajánlom akkor, hogy figyelj, van egy ilyen lehetőség, én nagyon szívesen, ha elfogadod, gondold végig, de nem tolom rá, tehát nem vagyok ott, és oldom meg helyette, ha nem kérik. És ez csak az egyik baj, de a másik olyan, hogy úgy érzi, hogy én már segítettem annyit, hogy bele is szóljak a család életébe. Igen, jogot formál rá, hogy térdig gázoljon, vagy nyakig a magánéletükbe. És akkor lehet, hogy a család azt kéri, hogy inkább ne segített volna. Igen, és kéretlen tanácsokat sem. Meg ő tudja, tudit. Ő tudja jobban. Igen. Nos, tehát akkor azt hiszem, hogy kibeszéltük azt a történetet, hogy egyedül marad egy szülő, bármilyen nemű szülő, bármilyen nemű gyermekével, sokféle lehetőség lehet. Ezek után itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy hogy léphet be egy család életébe egy újabb, hát szülő-e egyáltalán, szülő lesz-e, vagy nem lesz-e, aki belép. Tehát a mozaik családokat elkezdjük akkor most összerakni, de kezdjük ott, hogy megint a nehéz helyzet, mert én már láttam olyat, hogy hölgy maradt egyedül fiúval, és a fiú, ahogy nőtt, egyre inkább kisajátította anyát, és borzasztóan nem viseli el, hogy férfi legyen körülötte. Mi lesz ennek a vége? Nyilván a fiatal ember egyszer felnő, ott hagyja anyát, mert hogy saját családot alapít, és anya ott marad egyedül. Érzitek a problémát, hogy ez most mennyire szabad-e? És hogy mivel jár? Mit hoz magával? Mi a hozadéka egy ilyen felállásnak? Ez a válasz arra, amit az előbb a Gábor kérdezett, hogy amikor a hétvégi apuka haver lesz a gyereknek, hogy az miért nem jó? Hát pont ezért nem jó, mert identitászavarba kerülnek, összekeverednek a szerepek. Tehát ez mindenféleképpen öngól. Az nem egy jó élethelyzet, mert onnantól kezdve az a felnövekvő fiú, ő akarja azt a státuszt pitorolni, ami egy férfit illet meg, viszont ő se éli a saját életét. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ez egy kóros kapcsolat. Igen, leuralja anyukát, és ugye ő lép az apa, az egykori apuka szerepébe. Igen. Tehát ez semmilyen szinten nem mondható. És rosszabbik esetben azt se viseli el, a apa mellett megjelenik egy partner. Persze, hát ez hát ezek a gyerekek. Nem a szülői házasságról beszélünk, igen, hanem a gyerekről, de mivel ő a gyerek, szülőnek kéne tudni valahogy ezt oldani. Tehát ugye itt megoldást kell keresni erre a dologra. Igen, csak a szülőnek ugye az is a nehézsége, hogy ő egyrészt megmarad a gyerekkel szülőjének, ami egyfajta szerep, és közben pedig belép egy újfajta párkapcsolatban, megint egy másfajta szerep. És azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a nehézség az tud lenni, hogy legyek a gyerekemnek úgy a szülője, hogy közben tegyek abba energiát, hogy ez a másik kapcsolaton fölépüljön. És hogy legyen időnk egymásra, hiszen már nincs úgy időnk egymásra, mint amikor nem volt gyerekem, és találkoztam a párommal, akivel aztán kialakult a házasságunk, és ott volt időnk egymásra. De ugye most ez így nincs, hanem ott van egy idézőjeles, és nagyon idézőjelben mondom, és kérem, hogy értsék, hogy egy nehezítő tényező, vagy lehet, hogy nem is annyira idézőjeles. Nem, mert hogy ez egy valós helyzet, hogy a gyerek vágyik arra, mert ő meg ugye érzékeli azt, hogy anya vagy apa, ugye nem csak ő kapja meg az energiát és a figyelmet, hanem az az új pár, és akkor azt megérzi, hogy neki ebből kevesebb jut, mint ami eddig volt, és hogy ezt most gyerekként hogyan tudja ő is úgy feldolgozni, hogy itt, tehát hogy egy ilyen nagyon fura energia kör indul el, ami aztán persze, ha elég intelligens az új pár, és ez a párkapcsolat szépen tud alakulni, akkor a gyerek is megnyugszik egy idő után, de azt gondolom, hogy neki a belső feszültsége pont az, amiről ilyen sokszor beszéltünk, vagy beszéltetek is, hogy felborul az a világ, amit ő megszokott. És most egyszer csak belép valaki, aki tulajdonképpen még soha nem volt ott az életében, és akkor neki is meg kell tanulnia a hozzávaló viszonyulást, meg ennek az új embernek is a gyerekhez, meg a párjához való viszonyulást, tehát hogy egy ilyen egészen újfajta dinamika jelenik meg ebbe a történetbe. Belép ugye egy vad idegen, vagy férfi, vagy nő. Anyukám őt nagyobb figyelemmel látja el, hogy szépen fogalmazzak, több energiát fordít oda, én háttérbe kerültem.
És mi lesz most velem? Tehát mit csinál a gyerek? Nyilván valamilyen úton, módon elkezdi fúrni a kapcsolatot, mert hogy a gyerek ebben nagyon ügyes. Nyilván érzelmileg zsarolja anyukát, és megfúrja a kapcsolatot általában. Félnek is a gyerekek, tehát ugye megijednek, mert nyilván mi történik? Éppen elváltak a szüleim, vagy éppen nem tudom én, egy-két éve külön vagyunk, kialakult egy saját rendszerünk, és bejött ez a vadidegen valaki, aki elveszi az anyukám, vagy épp az apukám figyelmét, szeretetét, energiáját, programokat csinálnak együtt, esetleg még a gyerek előtt történnek olyan érintések, most itt ölelésre gondoltam meg puszira, ami mondjuk a gyereknek nem jól esik, mert hogy ő közben szereti az apukáját, vagy az anyukáját, ugye attól függ, hogy kimaradt ott, és hát a gyerek ettől elbizonytalanodik. Tehát neki megint a biztonsága, a bizonyossága, az, hogy ő fixen van valamiben, amit megszokott, az megint borulni látszik. És amíg ennek az új párnak is van, tegyük fel, gyereke, vagy gyerekei, és összeköltöznek. Az már egy következő lépés. Akkor az borítja az egészet. Én azt gondolom, hogy ez az egyik reakció, legalábbis amit én láttam, illetve a másik reakció az, amit itt szintén nagyon sokszor beszéltünk, hogy a gyerekek nagyon ügyesen tudnak alkalmazkodni. Igen, ez is benne van. És hogy akkor elkezdi megtalálni, hogy akkor neki tulajdonképpen hol van ebben a történelemben a helye. Nem feltétlenül, hogy fúrja anyái kapcsolatát, mert végül is valamiféle biztonságot ad, hanem akkor elkezdi kitalálni, hogy tulajdonképpen mi ebben a történetben, kicsoda ő ebben a történetben. És hogy mi a jó neki? Meg kell helyre rakni a kis saját világát. Nekem most eszembe jut egy család, nagyon szeretem őket. Anyuka nagyon korán maradt egyedül a kicsi fiával, aztán egyszer csak megjelent egy bácsi, és akkor egy idő után a bácsiból lett a magyar apám, meg a külföldi apám, és aztán, mikor x éves lett a gyerek, még nem volt nagykorú, bőven nem volt nagykorú, akkor odaállt az apja elé, a magyar apám elé, és azt mondta, hogy akkor én szeretném, ha most fogadnál örökbe. És a nevére vettem, mert ezt felajánlották a gyereknek, de ez döntse elő. És most már az édesapám, az apám. De ugye ez évek, és bizonyítás, és együttélés, és értékrend, és stabilitás. Tehát ez lehet egy lehetséges kialakuló jövőkép. De én azt gondolom, hogy a gyerek vagy fúrja azt a helyzetet, vagy megpróbál beférkőzni az ő berkeikbe, hogy ő kicsikarja magának a megfelelő figyelmet. De a gyereknek iszonyatosan nehéz lehet, hogy úristen, neki szerelmesedett az apám vagy az anyám. Uh-huh. Azt nem lehet elképzelni, hogy a háttérben az van, hogy ugyan látszólag elfogadta a válást, de valahol a tudat alatt mindig az van benne, hogy az ő szülei még majd összejönnek, és egyszer majd azt látja, hogy ők ölelik át egymást. Ez mindig így van. Ez mindig így van, ezt nagyon-nagyon sokáig, nagyon sokáig vágynak. Amikor már felnőttek az annak idején gyerekkorú gyerekek, akiknek elváltak a szüleik, azok is egész életükben arra vágynak, bármilyen esemény vagy történet kapcsán, hogy az anyám meg az apám megint egymás mellett álljon. Még azt se bánom, ha nem ölelkeznek, csak egymás mellett áll. Tehát ez egy olyan energetika, amit soha nem fog elengedni. De ők az én családom. De meg kell mondjam neked, hogy viszont megtanul ugye a rugalmasságuk a gyerekeknek túlélni bármi áron. Tehát, hogy ő megtanulja azt, hogy a leasingelt apám vagy a leasingelt anyámmal hogyan, ugye mostani divatos szóval, hogyan fogok tudni együttműködni, vagy ha hozta magával ő meg még a csatolt fájlokat is, egy-két gyereket még pluszba, vagy nem tudom én. Tehát megtanulják ők ezeket az új élethelyzeteket feldolgozni, hiszen pontosan ugyanúgy, ha bekerül egy új osztályba, ha bekerül egy új élethelyzetbe, ott is meg kell állni a helyét, itt is meg fogja állni a helyét. Nagyon nagyban függ annak a szülőnek a személyiségétől és az ő támogató lététől, hogy át tudja érezni a gyerekének a helyzetét, és ad-e lehetőséget a gyerekének a helyzet feldolgozására. És én azt gondolom, hogy csak akkor lehetséges, ha ezt becsülettel, tisztességesen, őszintén, és a gyereknek azon a szintjén csináljuk, ahol ő fel tudja dolgozni. Tehát kérdezzük a gyereket, mondja el a saját szavaival, adjunk esélyt neki, hogy ő kifejezze a gondolatait, az érzelmeit. Akkor van esélyünk partnerré tenni ebben az új felállásban is. Úgy gondolom, hogy elképesztő tudatosság kell ehhez. Igen. Elsősorban persze a szülők részéről, és ezt nagyon ügyesen kell csinálni, de lehet ügyesen csinálni, mint ahogy
elköszönni is, mert hogy lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tónyai Gábornak, hogy itt voltak velem. Nézem a papírra, mintha nem tudnám a neveteket. Találkozunk egy hét múlva, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. További kellemes tévézést. Viszontlátásra! Viszontlátásra!